A mai téma természetesen az lesz, amit látok, Hulk videójavítása, ha nem hallani semmit, azaz egyáltalán van egy kis beszélgetés, egy kis hang, de nem hallani, nem lehet értelmezni ezeket a szavakat. Tehát nem arról beszélünk, ha nincsen ott semmi, abból varázsolunk, vagy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon halk a dolog, abból se tudunk normálisat csinálni, azt is kell tudni, és ez mindenre igaz, a semmiből valamit nyilván nem lehet csinálni. A rossz minőségű, nagyon-nagyon halk hangból nem lehet normál minőséget csinálni, nem lehet kiemelt minőséget csinálni, de javítani lehet. Ha van egy minimális, egy elfogadható minimális hanganyagod, akkor azt már fel tudod egy kicsit turbozni. A Hulk videó javítása, ez azért került elő, mert felkerült egy videó, aminek a hangja hallhatatlan volt, és utána elgondolkodtunk, hogy mit lehet ezzel csinálni. Nyilvánvalóan a hangerő szabályzót maximumra feltolod, ami éppen a te rendszeredben van, akármelyik rendszert, akármelyik Windows-t, vagy Linux-ot, vagy akármit használsz, van ott egy hangerő szabályzó, azt kitolod maximumra, ami nem a legjobb, hiszen a hangfal azért nem arra van kitalálva, hogy a semmiből maximumra föltolt hangot megjelenítsen, és aztán az úgy jó lesz. Nem 100%, hogy ez úgy kényelmes lesz, de legalább sok esetben hallhatóvá tudod tenni, értelmezhetővé tudod tenni a szöveget, és természetesen a másik megoldás, hogy odamész a hangfalathoz, és a kis potmétert maximumra feltekered, és esetleg így a kettő együtt már ad egy értelmezhető jó hangot. A következő lépés, ha ezek nem segítettek, akkor a pulze effektet használhatod, ott vannak erősítő eszközök, tehát ott is még tudsz rátenni egy kis hangerőt, de itt ki kell emelnem azt, amit előbb is mondtam, a rosszból ilyen erősítek ciklussal, tehát mindenkit fölhúzok maximumra, az nem fog minőségű hangot adni. Ha olyan az anyag, meghallgatod, értelmezed, aztán elfelejted a killódást. A következő megoldás már egy kicsit barkácsolósabb, de szerintem jobb hangot ad, és hogyha valóban szeretnéd azt normálisan meghallgatni, amit az előadó előadott halkan, akkor természetesen mi a teendő? Letöltöd a videót, ha ezt meg tudod oldani, és engedélyezve van a letöltése, és te azon javítasz. Hogy a letöltéshez, ez egy YouTube-os videóról van szó, te mit használsz? Egyéni dolgod, azt használsz, amit szeretnél, én ebbe beleszólni nem tudok, én egy JWAD nevű eszközt használok, ami igazából kényelmes, és a későbbiekben elmondott előnyökkel jár. Na nézzük is meg a valódi témát, amiről beszélek. A hangok javítását. Ha az előbbiek, azaz a hangosítás valamilyen megpróbálása, egy kis hangerő rátétele nem jó, vagy igazából nagyon-nagyon-nagyon rossz minőséget kapsz, hiszen minél több hangosító, erősítő ciklus teszel bele, annál vackabb lesz a hang, főleg kisebb, rosszabb minőségű hangszóróknál, hát akinek meg jó hangszórója van, az meg éppen észreveszi, mert vágyfülűbb, mint én, azaz ez az út nem mindig járható, hogy betesszük a pulze effektet, fölhúzzuk az összes erősítési lehetőséget maximumra, és úgy hallgatjuk. Azaz milyen megoldásunk van, hallgassuk is meg, hogy milyen hangerő van ebben a pillanatban egy normál lejátszásnál, egy normál beállításnál az adott videónál. Igen, azt hallottátok, amit hallottatok, azaz nem lehet hallani, vagy nagyon-nagyon-nagyon kis hangerővel lehet hallani ezt a videót, ami számomra azért zavaró, mert szeretném megnézni. Mit tudsz tenni? Természetesen első lépcső az, hogy te szólsz a készítőnek, hogy hát legyen szíves valamit csinálni vele, de ez időbe telik. Ez egy 11 néhány perces videó, leszedi, megerősíti a hangját, visszateszi, ez nem mindig járható. Vagy a te videódról érkezik egy olyan információ, hogy bocs, de alig lehet hallani, amit te ottan beszélsz, és igazából hát nem nagyon örülnél annak, hogyha te csatornád így jól le lenne járatva, hogy bizony nem lehet hallani. Ilyenkor javítani szoktuk a hangerőt. Majd egy másik videóba ki fogok térni, hogy hogyan lehet egy kicsit arra odafigyelni,
persze grafikus felületen természetesen, hogy ez a videó jól kerüljön föl, bár az is előfordul, az adott esetben pont ez fordult elő, hogy aki feltöltötte Xeon CPU, önálló még jó volt, nyilvánvalóan hát nem töltötte volna föl, hogyha ő kipróbálás útján nem hallotta volna a saját hangját a saját gépén, természetes, logikus, csak hát lehet, hogy YouTube éppen valamit variált vele, elő szokott fordulni, én is jártam úgy, hogy feltöltöttem egy 720-as videót, és utána ő szépen kérte, hogy végigfutott a feltöltés, a konverzió, meg egyéb, föl is lehet tenni, és hát azt írta ki, hogy HD minőség a videóm, hát bizony a 360-as, tehát még a megszokott felbontásnak a fele, vagy az újabb felbontásoknak negyede, nyolcada sem volt meg azon a szerencsétlen videón, amikor az én gépemen bizony az megfelelő felbontás volt. Azaz előfordul ilyen is, hogy a YouTube kezd kavarni. Na hát mit lehet tenni? Az első gondolat az, hogy letöltöd a videót. Nyilvánvalóan akkor tudsz valamihez hozzányúlni, hogyha azt letöltöd. Hogy te melyik programmal töltöd le, az teljesen mindegy, én a JDownload nevű programot szoktam használni sok egyéb miatt, és ez egy egyszerű programocska, a linket megadod és letöltöd. Van egy nagyon nagy előnye ennek a programnak, hogyha letöltöd a beállított videót, tehát a megadott videót ezzel, akkor, ahogy lehet látni, a letöltés alkalmával lejön a videó, természetesen hanggal, és lejön egy audio file, amit mi szerkeszteni fogunk, illetve a kép, a index kép lejön, és hogyha van hozzá megjegyzés, tehát alul komment, amit megadott a készítő, akkor még az is lejön egy TXT file-ba. Azaz, az a kényelmes helyzetünk van ezzel a programmal, hogy bizony mi mindent le tudunk szedni vele, leszed, a legjobb minőségbe, és nem kell különböző beállításokat tenni, de természetesen akár parancsoros, akár grafikus, egyéb YouTube letöltő is létezik. Mindenki azt használja, amit akar. Jó, le is töltöttük a hangot, azt hiszem ezzel különösebb problémánk nem lehet, hiszen ezzel fogunk dolgozni. Ha éppen úgy töltöd le, hogy csak a videót, akkor is ugyanezeket a fázisokat meg tudod tenni, de én szeretem külön választani a videót, tehát az eredeti, originál videó, és abban legyen az ő hangja, és legyen egy hangfáj, amivel én tudok dolgozni. Nyilvánvalóan nem ennyire sarkos a dolog, mert hogyha elrontom a hangerő szabályozást, eltolom a hangot, akkor nyilvánvalóan még egyszer le tudnám tölteni, ha éppen az eredeti videófájlhoz is hozzányúlnék a videót, de hát én szeretem a biztonságot. Nézzük meg itt a hangfáj, teljesen mindegy, hogy milyen formátumban rákattintasz, és elindítod a kedvenc audio settinget. Most ővele fogom bemutatni, bár természetesen az összes olyan eszközzel lehet ezt használni, ami hát bizony ezeket a funkciókat tudja. Na az első gondolat az, hogy hát itt aztán hang nincs, alig van hangunk. Az a minimum, hogy legalább a 0,5-ösig, tehát a fél hangerőig, hogy így mondjam, kilendüljenek az átlagok. Azaz ne csak a csúcsok, hanem az átlagok is kilendüljenek odáig, és akkor már hallani is fogjuk, és egy kis hangerő rátétellel egyébbel tudunk valamilyen hangot kicsikarni belőle, hogy kényelmes és jó legyen. Na mindegy, hát ebbe osztán nincs. Első gondolat, Ctrl A-val az egész hóbelebancot kijelöljük. Nagyon fontos, hogy kijelöljük, és utána hatások között az erősítésre megyünk, és rányomunk az erősítésre. Ő elmondja nekünk, hogy hát bizony nagyon-nagyon-nagyon kellene ezen erősíteni, nem maximumig fogjuk felhúzni, és erősítünk. Láthatóan a file a hangképen megváltozott, és hogyha te ezt így ezt megcsinálod, és elkezded lejátszani a hanganyagot, akkor már hallasz is valamit. Akkor már hallasz is valamit. Na hát, hogyha már itt vagyunk, akkor tegyünk ezzel a hanganyaggal akármi szözt, hiszen eléggé, hát hogy is mondjam, tüskés, vannak benne kilengések, ezeket mi nem kedveljük. Nyilvánvalóan így már élvezhető lesz, értelmezhető lesz a videó, és nem lesz vele gond, de lépjünk tovább. Csináljunk vele valamit, hogy egy kicsit jobb hatású legyen. Megkeressük a bővítmények között a limitert, és az alapbeállítás azt hiszem -3,
decibel levágása fog megtörténni, a csúcsoknak a lenyisszantása, azaz alapbeállítás szerint ezzel tudsz dolgozni, nem is kell hozzányúlni. Lefutott a projekt, lehet látni, hogy még eléggé tüskés, de mivel nem egy professzionális hangot fogunk a semmiből előállítani, azaz, hogyha valami nagyon halk, te erősítesz, és még hozzányúlsz itt-ott és variálsz vele, akkor lehet, hogy hangosabb lesz, de nem biztos, hogy jó lesz. Tehát itt azért nagyon mértékkel kell hozzányúlni a dolgokhoz, mert lehet, hogy doboz hangot, különböző recsegést, vacakolást, különböző szaggatott érzést fogsz kapni, hogyha nagyon-nagyon belenyúlsz. Azaz, abból, ami volt, abból mi nem fogunk csodát tenni, de javítani tudunk, csak óvatosan kell a javítással bánni, azaz lemetszettük azokat a hangokat, amik nagyon-nagyon kiugráltak, hiszen az ember beszél, van egy dinamikája, és van a P betű, a egyéb betűk hangja, ami olyan löketszerűen B betű, T betű érkezik bele, és hogyha nincs popfilter, akkor azok ilyen kiugrásokat tesznek. Oksi, tehát levágtuk a maximális hangot egy kicsit, hát bizony a erősítés az is hozzátartozik, hogy egy kicsit vágunk is belőle, és utána megint rányomunk erre, és nagyon egyszerűen eldöntjük, hogy grafikus equalizert használunk-e, tehát a hangszínt változtatjuk-e. Nem fogunk a hangszínen változtatni, hanem csak annyit fogunk tenni, hogy normalizáljuk a hangot, azaz felnyomjuk a mínusz 1 decibel, a maximumnál egy nagyon picit halkabb szintre az egészet, és örülünk neki, hogy ez megvan. Oké, leokézzük, és meg is történt. Ezután még egy kört tehetsz olyan téren, hogy megint egy limitert futtatsz, és megint normalizálod, de én úgy gondolom, hogy ez az anyag nem fog annyit érni nekem, hogy ezzel foglalkozzak, de ennek ellenére még egy lépést szeretnék megtenni, és itt a végén találunk egy hosszabb olyan részt, ami hát a zaj rész. Zaj mindig van. Ha nem audio stúdióba, professzionális audio stúdióba veszed fel, zajod lesz. Ezt a zajt el szeretném tüntetni, de ezzel is nagyon-nagyon-nagyon vigyázunk, mert csinálunk egy zajmintát, és hogyha azt lefuttatjuk, azaz a zajt eltüntetjük, lecsipkedhetünk a normál hangból is egy-egy részt, és az nem mindig, nem feltétlen jó, azaz, hogyha normál hang és a zaj közötti különbség nagyon-nagyon egy kicsi, vagy éppen szeles időben veszik fel a hangot kint, és azt próbálod szürögetni, akkor lehet, hogy nem javítasz, hanem ócskább, vackabb, dobozosabb, érthetetlenebb, zavaróbb hangot kapsz. Na, nézzük is meg, hogy miről beszéltem. Nyilvánvalóan azt látjátok, hogyha nincs hang, az egy egyenes vonal, ha pedig ilyen kis zajok vannak, azok bizony azok a zajok, és azokat el kéne tüntetni. A zajokat kijelölöd, de próbáld meg nem a hangot, tehát a beszédhangot belevenni, meg nem az üres részt, mert ilyen átlagolással próbálja a zaj mintát összerakosgatni, hát bizony a szokott módon hatás, és megkeressük a zajszűrést, és utána zajprofil készítést. Sajnálatos módon nem tudjuk elmenteni a zajprofilt a következő videóhoz. Ez akkor lenne jó, amikor az én szobám zaja azért standard. Megy a gép, megy ez, behallatszik, ez az. Tehát egy profilt csak egy adott videóra tud használni, és nem tudsz egy saját profilt elmenteni. Na hát ez mindegy, nem is ez a lényeg. Zajprofilt készítettünk, majd Ctrl-A-val az egész cubehört kijelöljük, hatás, megint zajcsökkentés, és leokézzük, alapbeállítás nagyon meg fog felelni. Ha nem értesz hozzá, vagy nincs white füled, akkor természetesen ez bőségesen megfelel, de lehet rajta állogatni is. Én csak leokézom, hiszen miről beszéltünk, ez egy olyan videó, amit meghallgat kétszer, egyszer az ember, nem egy zenei videó, nem egy előadás, nem egy versmondás, hanem egy blattolt, tehát mondja, vágás nélküli videó, tehát ennyit megtehetünk a jó cél érdekében, de nem visszük túlzásba, és leokézzük. Hát ez egy picit hosszabb idő lesz, lehet, hogy fél perc, egy
egy perc, attól függ, hogy milyen hosszú a videó, és mennyi zajt talál benne, és lehet látni, hogy bár igazán ediból itt voltak olyan kis szőrök, kis zajok, azoknak nagyon nagy részét meg itt is eltüntette. Megnézzük a fájlt, hát nem szép. Azt kell mondanom, hogy ez a fájl igazából randa, ezzel még lehetne valamiket kezdeni, hogy ezeket a csücsokat levágjuk, de ezzel nem fogunk foglalkozni. Rányomunk a fájl, és export, és MP3-asba, WAV-ba, OGG-ba, vagy amiben neked éppen tetszik, kiimportáljuk. Nem rámentjük az eredetire. Nem rámentjük az eredetire, mert hogyha mégiscsak kiderül, hogy az eredeti az jobb, mint amit mi csináltuk, akkor megint le kellene töltögetni, vagy hogyha saját felvételünk is arról nincs mentés, akkor siránkozhatunk, hogy bizony eltoltuk, hiszen rámentettük, felülírtuk azt a fájt. Azaz, nekem a legkedvesebb az, hogy MP3-asba kimentem, egyszerű, és beállogathatod, amire kell, hajdalapállásba, hogyha nem tudod, a minőséget akkor érdemes emelni, a MP3-as minőséget, amikor kifejezetten olyan a hanganyag, aminél hát van ennek értelme, ennél igazából nincs, egy YouTube beszélős videó, nem kell túlzásba vinni a javítást. És megadjuk, hogy hol van mentsen, és egy mentésre nyomunk. Én nem adok neki másik nevet, lehetne, mert hozzá szoktam tenni az, hogy vágott vagy javított, hogyha ennek van értelme, de hát én lementem, mert MP3-as, a másik nem MP3-as, aztán ennyi. Rányomunk, nem töltjük ki a táblázatot, azaz nem adjuk meg neki az ID3-as tegeket, fölösleges, kutyát se érdekli jelen pillanatban, lefutott, becsukjuk az ablakunkat, és nem mentjük le a profilunkat. Lehet látni, hogy az MP4 mellett az MP3 megjelent következő lépésünk. Természetesen bele kéne tenni ebbe az MP4-es videóba ezt a hangsávot. Ezt többféleképp meg tudod tenni, de mivel én KDN Live-ot használok mindenre, és azon kívül is mindenre, természetesen a KDN Live-val fogom én ezt megoldani. Nem csak ezzel lehet, hozzáteszem azt is, hogy parancsorból is bele tudnánk gyömöszölni a hangsávot, hogy egy kicsit a KDN Live-val is ismerkedjünk, azzal fogom megtenni, elindítom a KDN Live-ot, és a KDN Live-ba behúzom az adott videót, a profilját meghagyom, tehát erre változtatjuk a profilját, és utána hozzátesszük a hangsávot is, az újat, az MP3-ast, erre nagyon figyeljünk, tehát a vágottat ráhúzzuk a vágólapra, és kitöröljük a saját hangsávját, ami eléggé szépen felerősítve került ide, de hát igazából ez nem felelt meg a mi igényeinknek, és utána alátesszük a kész hangsávot. Figyelj arra, hogy a KDN Live beállítás szerint olyan magasságú hanghullámokat fog csinálni a leghangosabb üvöltő hangsávból is, és a leghalkabb sávból is, ami be van neki állítva. Itt te nem látod ténylegesen a hangnak az erejét, hiszen hogyha úgy van beállítva, hogy az oszlop magasága a legerősebb, hang magasága, ennek a magasságnak a kétharmada legyen, Satzper kb. Ez az alapbeállítás, akkor a leghalkabból is föltolja a hanghullámot. Ilyen magasra nem erősíti a hangot, csak feltolja a hanghullámot, hogy te vágni tudd a videót, és ha leghangosabbból is lenyomja erre a szintre a leghangosabbat, azaz itt igazából nem a hang erőt látod, csak a hang hullámnak a hullámszerűségét. Hát nyilvánvalóan az első gondolat az, hogy itt maradt egy üres hely, fogod, odatolod, vagy pedig odamész az üres helyre, mutatom, ide mész az üres helyre, és remove space, ha több hangsávod van, több egyéb vágás közben, vagy itt nem lesz ilyesmi, akkor az összes tracken való eltávolítás, a space-nek az eltávolítása, üres helynek, az űrnek eltávolítása lesz a feladatod, átmész a végére, ezt nem kell megcsinálni, de jó, megnézed, hogy a videó hossza és a kicsapatot, illetve itt beimportált
hangsávnak a hossza egyezője, mert elő szokott fordulni, hogy pár tized másodpercet, vagy pár másodpercet eltérhet a konverziók egyéb miatt, nem jelentős, de eltérhet, meg előfordulhat az is, hogy hát rossz videóhoz rossz hangsávot párosítunk, és akkor itt rögtön kiderül, hogy bizony Isten, hát nem egyezik, de itt természetesen egyezik. A végére teszünk egy ilyen lefutást, tehát halkítás totál fölösleges, mert nincs semmi, de ezt én megszoktam, és az egészet lerendereljük a megfelelő formátumba, én ezt szoktam használni, és renderer to file, és aztán elindul a renderelés, azaz elkészíti a hanganyaggal feljavított videónkat. Adhattunk volna a nevet, de én nekem a videók közé bedobja névtelennek, mert nem mentettük le ezt a projektet a KDN Live-ba. Fölösleges egy videó kép, egy videó hang, hogyha összeomlik menet közben az egész, akkor sincs probléma, már vissza a videó, vissza a hanganyag. Nyilvánvalóan, hogyha vágásokat teszünk, vagy egyéb itteni javításokat teszünk a videó mellé, akkor természetesen leszoktuk menteni, kap egy nevet, de hát ő nem kapott. Közben csak az érdekesség kedvéért tettem ezt be, bár nyilvánvalóan mindenki sejti a KDN Live, ha úgy van beállítva, engedélyezve van, az összes magot maximális terheltséggel, tehát ilyen 60-100%-os, 80-100%-os terheltséggel, ő le fogja foglalni, tehát erre nagyon figyelj, hogyha a konverziót csinálsz, tehát konvertálod, elkészíted, rendereled a videódat, és a maximális maxszámra engedélyt adsz, akkor ő a maximális maxszámot kihasználja, és egyéb programok háttérbe fognak szorulni kőkeményen, azaz lelassul a gépet, tudod használni természetesen, de ilyenkor igazából nem feltétlenül kellene más erőforrásigényes dolgokat készíteni, hiszen az a célunk, hogy mielőbb lefusson az az uncsi dolog, hogy a renderelés, és utána meg tudjuk nézni, hogy ez a videó jó lett, vagy nem lett jó, vagy mi a szösz történt vele, azaz elkészítettük-e azt, ami a célunk. Ez csak egy érdekesség volt, amíg vártam, ültem itt azt a 2-3 percet, amíg még hátra van, eszembe jutott, hogy ezt érdemes megmutatni, és érdemes ezzel foglalkozni. Ha nem ez az alapbeállításod véletlenül, akkor a KDN Live-ba beállítani az, hogy az összes magot tolja ki maximumig, vagy ellenben, ha az a célod, hogy közben mást is tudjál csinálni, és az energia, illetve erőforrás igényes, akkor meg le lehet korlátozni mondjuk a fele darab magra, és akkor csak 6 szálon fut nálam, 6 szálon futna, és akkor fele annyi magon, körülbelül kétszer annyi ideig tartana a renderelés. Na hát ez csak kitérő volt odáig, amíg ez az uncsi dolog megtörténik, hogy megcsinálja nekem a videót hanggal. Készen is vagyunk látni, hogy 13-14 perces videónak a lerenderelése 5-5,5 perc alatt megtörtént. Becsukogatunk mindent, erre sincs szükség, erre meg főleg nincs szükség, és ezt is becsukjuk a KDN Live-ot, hiszen nincs rá szükség. A következő lépés annyi, hogy fogjuk a videót, és belehallgatunk, hallgassuk is meg, hogy milyen lett a hangja az előbbi nulla hang mellett, és aztán megnézzük a videót. Megnézheti mindenki a videót, vagy azt csinál vele, amihez joga van. Nyilvánvalóan saját néven ezt a videót, vagy akármilyen letöltött, felhangosított videót nem illik feltenni, mert hát az illetlenség, de hát legalább mi meg tudjuk hallgatni, mármint aki elkészítette. Na, hallgassunk is bele. Program nyelven íródott. Második. Aki ért a céhez, annak könnyen kezelhető. Itt nincsen bináris file, itt nincsen config file, hanem a forrás file-t, a forráskódot szerkesztjük. Azután pedig kézzel újraforgatjuk. No, ahogy hallottátok, egy kicsit normálisabb lett a hang, használhatóbb, nem azt mondom, hogy hifi meg egyéb félreértés ne legyen, de egyetlen egy dolgot elértünk, normálisan a hangszóró maximálisra való húzásával
különféle erősítő megoldások nélkül, mármint erősítő vétele összekábelezése nélkül, meg egyéb nélkül meg tudtuk tenni azt, hogy meghallgathatunk egy-egy videónak a hangját normálisan, körülbelül ennyi volt. Tehát nem egy nagy dolog, de érdemes ezt tudni, illetve kipróbálni egy-egy videón. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!